a Fogyatékos Emberek Világnapjához kapcsolódó rendhagyó osztályfőnöki úra, azaz egy iskolai vetélkedő helyszíne volt a Barba Negra Music Club. A szervező Nem Adom Fel Alapítvány olyan fogyatékosokat segítő szervezeteket hívott meg, melyek játékos feladatok során közelítették egymáshoz a sérült, illetve épp gyermekek világát. A rendezvény Újbuda önkormányzatának támogatásával jött létre a Jobb velünk a világ program sorozat keretében. A negyedikesek kipróbálhatták az ülőröplabdát, a vakon közlekedést, a kerekesszékes akadálypályát, de akár pusztán a tekintetükkel írni is megtanulhattak számítógépen. Az egyes állomásokon kézműves foglalkozásokon vehettek részt épp és sérült gyermekek. Az eseményen a paralimpikonként is ismert Szekeres Pál, fogyatékosok integrációjáért felelős miniszteri biztos arról beszélt, hogy a sérültek integrációja akkor működik majd igazán, ha mindenki akarja azt. Úgy véli, még mindig sok a feladat. Még mindig van akadálymentesítési feladat, még mindig van feladat a társadalmi integráció kapcsán, még mindig van feladat azzal, hogy azok a fogyatékos emberek, akik mondjuk kommunikációs fogyatékosok, siketek vagy vakok, hogy hogyan tudjuk őket a kommunikációban, közlekedésben segíteni. Sokszor csak a figyelmetlenség az, ami miatt mondjuk nem tud megvalósulni az integrációs folyamat, amire úgy gondolom, hogy mindannyiunknak szüksége van. Egész Európában nagyon nagy probléma az, hogy öregszik el a társadalom, és egyre több eltartott jut, egyre kevesebb eltartott. Tehát innentől kezdve mondjuk azt, hogy a fogyatékos emberek tudjanak dolgozni, tudjanak adót fizetni, tudjanak hasznos tagjai lenni kisebb és a nagyobb közösségeknek. Egész Európában ez egy nagyon-nagyon fontos szempont. A Nem Adom Fel Alapítvány szóvivője szerint az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyerekek sokkal jobban alakítanak ki kapcsolatokat fogyatékkal élőkkel, mint a felnőttek. Ezért is kell kiskorban elkezdeni az érzékenyítést. Hogyha a gyerekek nem érezték volna jó magukat az első két alkalommal, akkor harmadjára is nem küldtek volna egy újabb osztályt, úgyhogy ez már egy olyan fajta visszajelzés, ahol jól érzik magukat. Egyébként mi is ezt látjuk, tehát akár a röplabda, akik most mögöttünk vannak, lehet hallani, hogy milyen a lelkesedés, és holott ugye mellette valahol az van, hogy bemutatjuk a sérültséget, mert hogy ott ül egy mozgássérült úriember, aki röplabdázik és jól érzik együtt magukat. Molnár László a polgármester szerint a rendezvénnyel az volt a céljuk, hogy élményszerűbbé tegyék az ismerkedést, ami a lehető legjobban sikerült. Bemenni az iskolába, tartani egy szimpla osztályfőnöki órát és mesélni nekik dolgokat, az is nagyon fontos és hasznos dolog, de valahogy úgy gondoltuk, hogy nem biztos, hogy ez a leghatékonyabb megoldás. Ezért találtuk ki ezt a rendezvénysorozatot, hogy miként lehetne a gyerekeknek ezt élményszerűvé tenni, közelvinni hozzájuk, megfoghassák, kipróbálhassák, megtapasztalhassák ezeket azokat a problémákat, amivel a fogyatékos emberek nap mint nap találkoznak. Minden évben egy korcsoportot hívunk meg, minden évben a negyedikes általános iskolásokat látjuk itt vendégül, hiszen az az elképzelés alakult ki bennünk, hogy Újbudán ne kerüljön ki olyan iskolás általános iskolából, aki ne találkozott volna az integráció fontosságával.